Kedves nézőink, a Szerencsi Híradót látják, köszöntöm Önöket, Kuti Kuruc Hajnalka vagyok. Az elkövetkezendő időszakban Szerencsváros önkormányzatának megbízásából a Globo Televízió készíti a város életéről szóló heti közéleti magazint, amely minden szombaton 17 órakor kerül adásba. Nézzük az elmúlt napok legfontosabb híreit Szerencsvárosából. Borkostolás határok nélkül. A vezér napja Ondon. Erdei táborban a néptáncosok. Borkostolás határok nélkül címmel szerveztek workshopot a Szerencsi Rákóczi Vár lovak termében augusztus 12-én. Az eseményre Szlovákiából érkező vendégek is érkeztek, hogy erősítsék kapcsolataikat a szerencsi borászokkal, és megosszák egymással a tapasztalataikat. A rendezvényre történő regisztrációt követően Nyíri Tibor, Szerencs polgármestere tartotta megköszöntőjét, mely során a résztvevő vendégeknek bemutatta Szerencs város történelmét, valamint legfontosabb földrajzi jellemzőit. Ez alatt egy kis film tette még színesebbé településünk ismertetését. Mivel a workshopra számtalan szlovák vendég is érkezett, a polgármesteri köszöntő tolmács segítségével szlovák nyelvre is lefordították. Szerencs a Tokaj borrégió része, és ez most kifejezetten a szerencsi borászokat szeretné közelebb vinni. Majd, hogy nem mondhatom, a borvidéknek a másik feléig vagy végéig, hiszen tudjuk azt, hogy a itt lévő 27 település mellé két település a jelen pillanatban Trianon óta a határok túloldalára esik. Többes célja is van ennek a találkozónak. Egyrészt a így létrejött Trianon által keltett feszültséget oldani. Az emberek között nekem az a tapasztalatom, hogy nincs ellentét az egyszerű emberek között. Ezt általában a politikai szinten szokott ez megjelenni. Másik esetben pedig, ugye, mivel a borvidéknek a felvidéken is van, a szlovák oldalon is vannak települései, ezért talán a borászat, a borkészítés, asszúkészítés, ez összekötheti a két várost, és nem az egész vidéket tudjuk most felvállalni, konkrétan Szerencset, mert én Szerencsváros polgármestere vagyok, és egy nagyváros, amely egészen a második világháborúig egy központja volt ennek a vidéknek is. Az én édesapám 1942-ben oda vonult be katonának. Tehát a katonai központ például ott volt ennek a körülbelül 100 településnek, amit Abaúj, Torna és Zemplén vármegyében volt található. Édesapám külföldre oda vitt el először, megmutatni, hogy hol volt katona, hol zajlottak harci cselekmények. Tehát mélyen él bennem a kassa. A 60-as, 70-es, 80-as években nagyon gyakran jártunk át oda vásárolni kassára. Természetesen nyilván szlovák rendszámú buszokat, autókat is lehetett Miskolcon is járni. Tehát megvolt a kapcsolat. Úgy vettük észre, hogy ez az utóbbi időben, mintha egy kicsit annak ellenére, hogy a határok most már szabadon járhatók, ez a kapcsolat egy kicsit lazult. Tehát szeretnénk a kapcsolatokat elmélyíteni, a határokon átívelő borászati kapcsolattal, ami összeköt bennünket a történelmen kívül. Mitől különleges a tokaji borrégió? Attól az egyedi terméktől, amit a tokaji alapkőzet, talaj biztosít, a boroknak az egyik titka, olyan egyedi időjárási és meteorológiai és egyéb feltételek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a szőlő beasszúsodjon. Nem kezdek bele, de biológia órán, mikor arról a nemespenészről beszéltünk, amely az asszúsodást vagy átfordítja sok csapadék esetén szürke rothadással, vagy egy nemes érésé, ami elősegíti az asszúképződést. Ez talán egyedüli a világon ennek a megalkotása, létrehozása és ennek a terméknek az elkészítése. Természetesen ennek az alapanyagai, amiből hagyományosan a
furmint, házlevelű, muskotályos és még néhány fajta, ami a táj jellegében engedélyezett, azokat termesztik itt, és ez megint csak ma már dűlőszelektált borokról beszélünk, tehát olyannyira leszűkített egy-egy termőhelynek a specifitására, amit csak az a dűlő ad, ami unikálissá is teszi a tokai bort. Ezután következett a szerencsi borászok borainak ismertetése Szik Mátyás háromszoros magyar bajnok szomelié vezetésével. A borkostoló a száraz fehér borokkal kezdődött, és az édes vörösborokig tartott, mely alatt olyan borokat ízlelhettek meg a résztvevők, mint például a száraz fehér Mortium vagy a hatputonyos tokai asszú. Hát sokat kell tanulni hozzá, ez teljesen egyértelmű, de a szomelié hivatás az alapvetően egy gyakorlati hivatás, tehát számos évet kell eltölteni, azt gondolom, a placon, ahogy mondani szoktuk, tehát az éttermi vagy hotel vendéglátásban, hogy letisztuljon, kikristályosodjon, hogy a borokkal való foglalkozás és ennek a szeretete az meddig tud elrepíteni. A tokai borrégió és a tokai borvidék önmagában a természeti adottságainak köszönheti a kiemelkedő szerepét, az Európában és a világban betöltött szerepét. Tehát itt olyan természeti hatások és olyan együttállások vannak, ami sehol máshol nem rekonstruálható. Ugye nyilván itt a folyók összefolyása, illetve az Empléni hegység, ami megóvja a nagyon direkt időjárási viszontagságoktól. Tehát ezeknek nincs kitéve a tokai borvidék. Ez adja együtt azt, ami természetesen a gazdák gondos keze által és a hagyományok ápolásán keresztül oda vezet, hogy ilyen borok születnek, amilyenek. Ugye itt most ma a bemutatóban nem említettük azért Eperjest Bártfát, akinek szintén évszázados hagyománya van a tokai borra való kereskedelemben, de ők is fontos szerepet töltenek be. Én inkább azt mondanám, hogy az interregionális, tehát a régiókon átívelő kapcsolattartás és a közös gondolkodás lenne a célja, hogy eszmét cseréljenek a magyar borászok a szlovákiai borkereskedőkkel és borászokkal, hogy mit, hogyan érdemes adott esetben a jövőre való tekintettel megvalósítani. Ma itt kóstoltunk tulajdonképpen száraz, a modern száraz tokaitól a modern hatputonyos asszúig, a hagyományosabb stílusú száraz szamarodnink keresztül késő születik bezárólag szinte mindent, amit a tokai hegyaljai borvidék fel tud vonultatni, és itt kimondottan szerencsi borok kerültek ma terítékre. A rendezvényen több szerencsi borász is tiszteletét tette, akiknek lehetőségük nyílt az egymás közötti tapasztalat cserére. Itt egy szerencs legtapasztaltabb bortermelője Szabó Gyula is. Kényszer szülte tulajdonképpen a kis borászatot. 90-ben, amikor munkanélkülivé váltam, akkor valamihez kellett kezdeni, és ott volt a háttérben egy gyakorlati tudás, és hát ezt próbáltam fejleszteni, és hát tulajdonképpen 50 évesen nem lehetett elhelyezkedni, 90-ben, és hát ezt követően építgettem föl a kis borászatot, és nagyon sok baráti család, ismerős megkeresett, és így épült fel tulajdonképpen a vendégköröm. Végsősorban itt az utolsó 10 év nagy felfedezése, hogy vannak hegyalján, ugye, nagyon kiemelt dűlők és frekventált helyek, nem a Márdit mondom, de szinte minden termőterületnek a produkciójával a Szerencsi hegyóra szinte fölveszi a versenyt. Gyönyörű szép borok lehetnek. Tehát ez egy kis elhivatottság kell, szeretni kell. Az élet minden területén, ha odafigyelsz, és a természetet, a növényt, majd azt követően annak a termésnek a sorsát végigköveted, nagyon szép dolgokat lehet kreálni. Az én pincében szinte, amit hegyalján készítünk, minden változata megvan a boroknak. A borkóstolás határok nélkül címet viselő workshop célja, hogy Kassa és Szerencs városának helyi és környékbeli borászatai között olyan kommunikáció és együttműködés alakuljon ki, mely során lehetőség nyílik egymás piacainak meghódítására, a borászati tapasztalatok cseréjére, valamint a termékek és szolgáltatások szélesebb körben történő megismertetésére. A projekt része a magyar és szlovák nyelven történő megjelenés, ezzel is javítva a kétnyelvűség szintjét. Fontos kiemelnünk, hogy Szerencs és Kassa régiója természetföldrajzilag és társadalmilag is számtalan hasonlóságot mutat, mindkettő elismert borvidék a maga országában, és mindkét város rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyek elősegítik a két térség összekapcsolását, mely fontos részét képezné a kisvállalkozások bevonása is.
A borkóstolót ebéd követte, mely után sor került Szerencs városának nevezetességének bemutatására a kassai vendégek számára, akik kisvasúton tehettek egy kisebb utazást településünkön. Megrendezésre került Ond vezér napja augusztus 7-én Szerencs Ond város részén. A sportesemények mellett számtalan izgalmas program gazdagította a rendezvényt, mint például tűzsonglőrködés vagy süteménykészítő verseny. Az Ond vezér napja kora délután a sportversenyekkel vette kezdetét. Később az ünnepélyes megnyitóra és a szoboravatásra az Ondi református gyülekezeti ház mellett található parkban került sor, ahol először Nyíri Tibor, Szerencs polgármester mondott köszöntőt, mely során megtudhattuk az Ond vezér szobor eredetét is. Néhai Konferenc polgármester úr Danyi László szorgalmazta, és mondhatom azt, hogy hosszú évek óta tervezzük, hogy Ond vezérnek valamiféle szobor formájába, vagy műalkotás formájába adjunk megvalósulást. Gyakorlatilag a szobor kivitelezésében egy dunántúli, számomra ismeretlen pap vett részt először, aki 1928-ban készült Zala György alkotása, a honfoglalás emlékműve, aminek központi figurája Árpád vezér, és tőle balra helyezkedik el egy központi figura, aki Ond vezért ábrázolja, és ez alapján készítette el ez a bizonyos tiszteletes úr a szobrot, amelyet megrongáltak és újra elkészítettek, és ez az elkészített szobornak a kliséje egy öntőmesterhez került, aki újólag ismételten elkészítette, és gyakorlatilag ez, tehát oly módon szobrászhoz kötni nem tudom, illetve Zala Györgyhöz tudom, de nem az ő alkotása, hanem az ő alkotása után készült egy műalkotás. Mi örülünk annak, hogy egy márkán szerintem gyönyörű szép szobor, ami megéri, ha erre járnak a szerencsiek vagy az átutazók, hogy egy pillantást veszessenek, és reményeink szerint ugye minden éven az Ond vezér napjából most már olyan hagyományt tudunk csinálni. Eddig is volt Ondi falunap, de remélhetőleg a Ond vezér napjának fogjuk ezután nevezni, és mindig jut egy szálvirág, amely emlékeztet bennünket arra, hogy honnan jövünk és merre kell, hogy tartsunk. Nyíri Tibor, Szerencs polgármestere azt is elmondta, mit jelent a magyarság számára Ond vezér alakja. Nyilván jelenti azt, hogy honnan jöttünk, amit bizonyosan nem tudunk. Beszéltem itt az előzőekben arról, hogy létrehoztak egy olyan intézetet, hogy Magyarság Kutató Intézet, ahol az archeogenetika, tehát bizonyos populációk, népességeknek a genetikai elemzése, illetve egy-egy megtalált sírnak az Uráltól, Etelközön keresztül, az valamikori szkíta birodalomnak a legnyugatabbi részeig nevezzük Árpád-medencének, a honfoglaláskori sírjainak az elemzésével, csontokban található, sejtmagban található anyaga, dezoxiribonuklein sav, aminek a bázisainak az elemzésével, ebben egy nagy kapacitású számítógéppel ma már viszonylag gyorsan lehet eredményre jutni, amely ki tudja mutatni, amit fel tudnak tudományos cikkekben használni, hogy igen, ez a leletanyag mutatja a korábban is ugye a Ural déli részén ma is meglévő legközelebbi rokonságunkat, és végig Mongólián keresztül, ami egyébként egy népvándorlás országútja volt a 4., 5. és későbbi századokban, amelyekben mi magyarok is ide jutottunk, és ugye itt hallottuk képviselő asszonytól, hogy ugye a legenda, ami fennmaradt, higgyünk benne, hogy több mint 1000 éve ez a legenda fennmaradhat. Ebben a családok, az egyes emberek, ha még oly rövid is ez a történet, de nagyszerű a történet, ennek a továbbadásában az egyes emberek és családok is nagyon sokat tudnak segíteni, hogy ez a kollektív tudatban megmaradjon. Biológusoknak, történészeknek, genetikusoknak egész pontosan az a dolguk, hogy ezt tényekkel, még több adattal alátámasszák. Ugye
két gyakorlatilag király, illetve hát a Hunyadiak, a több király is volt, sírnak az elemzését elvégezték, tehát a Korvin családnak a genetikáját kimutatták, és egy másik Árpád-házi királyét is. Tehát én tudom, érdeklődtem Bocskai után, hogy hol nyugszanak Bocskai csontjai. A gyulafehérvári kegytemplomba, ugye, ami nekünk különösen fontos szerencsieknek, ugye, aki Kolozsváron született, nyárát Szereden választották erdélyi fejedelemmé, szerencse a magyarországi rendek, Kassán meghalt és Gyulafehérváron van eltemetve, és a történelmi idők folyamán a sírokat ellenség feldúlta, szándékosan nem mondtam nemzetet, háborúk alatt feldúlták, és a csontok gyakorlatilag összekeveredve vannak. Most így minden egyes csontról meg fogják tudni a jövőben állapítani, hogy kinek mert azt tudják, hogy ki van ott eltemetve, hogy kinek a csontja lehet. Ha találnak valahol egy autentikus sírt, vagy családi sírt, és abban csontot, akkor be fogják tudni az ott nyugó nagy nemzeti hősöknek és vezetőknek a csontjait, és hát ha egyszer majd találnak a környéken. Illetve hát nem, 2010-ben renováltuk a templomainkat, és gyakorlatilag a református templomnak a udvarán avarkori sírokat, bronzkori sírokat találtak, elkülönülve a középkori síroktól, tehát ha pontosan a Makoldi nevezetű igazgató úr, aki jelenleg a Magyarságkutató Intézet egyik igazgatója, pontosan ő vezette ezt a feltárást, hát ha majd itt megtalált sírokból egyszer majd tudják igazolni a honfoglalás korabeli Árpád nemzetségnek a környéken lévő temetkezését is, erre a jövőben jó esélyünk van. Utána Koncz Zsófia, országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes tartott beszédet, akit mindig is ámulatba ejtett az Ondiak hűsége és tisztelete, településük és a hagyományok iránt. Ezután következett Ond vezérszobrának felavatása és Szerencs város önkormányzatának nevében a megkoszorúzása is. Ezután Galgóczi Ferencné előadásában Ady Endre, Ond vezér unokája című versét hallhatták a résztvevők. Az Ond vezér napja számos kísérő programot tartalmazott, mint például kézműves foglalkozások vagy ugrálóvár, de a 792. számú Bocska István cserkész csapat szervezésében jászhatra és airsoft fegyver kipróbálására is lehetőség nyílt. Programok alatt a zenét a klasszik zenekar szolgáltatta. A délután folyamán kihirdették a sportverseny eredményeit, mely során minden résztvevő csapat belépő jegyet kapott a Szerencsi Rákóczi várban augusztus 20-án megtartott retro diszkó, emellett az utolsó négy helyezett emléklapot, a dobogósok oklevelet és bort vehettek át. A sportverseny harmadik helyezettje a 4-6-os csapat lett, másodikként végzett a Bénye FC, míg a győztes a Borsod All-Star lett. A rendezvény egyik különlegessége az Ond vezér kedvenc apró sütije elnevezésű verseny volt, ahová a résztvevők saját készítésű édes vagy sós süteményeikkel nevezhettek be. A nyalánkságok értékelésére az Ondi idősek klubjában került sor, utána következett a verseny eredmény hirdetése, mely során a sós sütemények kategóriájában második helyezést ért el Trinkeiné Tóth Nikoletta, míg a győztes Búza Lászlóné lett. Harmadik helyzetje nem volt a kategóriának. Az édes sütemények csoportjában a képzeletbeli dobogó legalsó fokára Szerencsi cserkészek kerültek, Galgóczi Ferenc nével holt versenyben. Másodikként végzett Lehóczki Tóth Marianna, míg a kategória nyertese Lovász Henrietta lett. A rendezvényre történő regisztráció fejében finom babujást és frissítő italokat is kaptak a vendégek. Az Ond vezér napja este a Tűzsonglőr show-val zárult. Néptánc tábort tartottak július 21 és 24-e között Komlóskán, ahol a Szerencsi Hajnali Néptánc Együttes tagjai mellett Alföldről érkező vendégtáncosok is tiszteletüket tették. Nem meglepő, hogy a Zemplén szívében fekvő Komlóskát, azon belül is a Komlóskai Ruszin Parkot választották az idei néptánctábor helyszínéül, a kis települést körülvevő táj szépsége ugyanis mindenkit rabul ejt. A táncház mellett a programok sorát gazdagította a természetjárás és a falu nevezetességeinek megismerése is. Végül is most már harmadik alkalommal vagyunk
ebben a táborban. Mikor először eljöttünk ide, az azért volt, hogy a gyerekek jobban megismerjék a Zemplént, és ez meg is történt, mert hogy nagyon, tehát több túraútvonal is van itt, amit mi bejártunk, és volt már olyan, amikor kifejezetten túravezetést is kértünk, és teljesen letúráztunk a hutákig. És hát ez végül is szerintem nagy élmény a gyerekeknek, meg az, hogy bejárják a környéküket, és nem csak a közvetlen településüknek a környezetében járnak, vagy kirándulnak. Milyen programokkal várják a résztvevőket ebben a táborban? Hát én úgy tudom, hogy van itt ebben a faluban egy kis manufaktúra is, ami szörpöket készít, gumicukrot készítenek. Mondjuk mi ezt ugye nem vettük igénybe, mert itt már azért nagyobbak a gyerekek ennél, úgyhogy tulajdonképpen mi megmaradtunk a természetjárásnál, és délutánonként táncoltunk, ugye tánccal is foglalkoztunk, hiszen ez a fő profilja az együttesnek, esténként táncházat rendeztünk, és itt a tábortól nem messze van egy nagyon szép szabadtéri színpad, és ott tartottuk ott is tulajdonképpen természet közelben tartjuk a foglalkozásokat. Mekkora az érdeklődés a néptánc irán a 18 év alatti korosztálynál? Hát most ebben a változó világban egy kicsit nehezebb a gyerekeket a kultúra felé irányítani. Most például tavasszal tartottunk bemutatókat a Rákóczi iskolába és a Bocskai gimnáziumba is toborzót. Reméljük, hogy azért meg lesz az eredménye, és szeptemberben esetleg minél több fiatal fog majd csatlakozni a csoporthoz, mert hát jó lenne, hogyha ápolnánk a hagyományainkat, a kultúránkat, mert azért ilyen színes kultúrája, mint a magyaroknak, azért kevés ország van, meg hát szép a magyar néptánc, gazdag is, és én szerintem minden a magyar embernek tudni kellene egy kicsit, vagy érteni hozzá, hogyha már magyarok vagyunk, akkor tudjunk táncolni is. A tábor vendégei a Mezőcsáti Népi Együttes táncosai voltak, akik részvételükkel tették színesebbé a rendezvényt. A két néptánc csoport egymásra találása elsősorban Repka Gyula néptáncoktatónak köszönhető, aki mindkét csoportban művészeti vezetői posztot tölt be, Szerencsen Bojári Évával, míg Mezőcsáton Simon Lillával közösen. Közel 20-21 néhány éve foglalkozom tánctanítással, többek között a Szerencsi Hajnali Néptánc Együttesbe is, tavaly ősszel felkértek, hogy jöjjek segíteni Bajár Éva kolléganőmnek a munkáját, illetve egy másik felnőtt néptánc együttest is vezetek, a Mezőcsát Népi Együttest, és a héten zajló edzőtáborunk, az most itt a két együttesnek összevonva zajlik, tehát azért vannak itt most ilyen szép számmal a fiatalok, mert most lényegében két együttes van így egybe, hogy megismerkedjenek egy szép erdélyi forgatós tánccal, a mezőkölpényi táncokat tanulunk most idén, és reméljük, hogy szépen a lábukba fog ez ivódni, ez egy gyönyörű erdélyi tánc. Minden szakmának megvannak a kis rejtelmei, de valóban nem sokan vannak azzal tisztában, hogy a tánc mennyire megdolgoztatja a gyerekeket, meg persze felnőtteket is fejben, tehát elég sok agytekervényt is meg kell ahhoz mozgatni, hogy a kezünk, lábunkat azt oda tudjuk tenni meg akkor, amikor kell. Pláne egy ilyen nehezebb forgatós táncnál, amit most is tanulunk, hogy nem elég csak a zenére meg a saját figuránkra figyelni, hanem még a párunkat is ügyesen el kell vezetni, terelgetni, forgatni, mikor mire van szükség, és ez bizony az agytekervényeket elég jól megjáratja. Gyakran tapasztalom én is ilyen egésznapos tanítások alkalmával, hogy délutánra
a fiatalok még fizikailag bírnák a táncot, de látszik, hogy fejben fáradnak el, és már például nem tudják felfogni az új figurákat, amiket próbálnánk ugye nekik átadni. Ilyenkor jönnek azok az apró trükkök, amikor egy kis játékkal, vagy valami kis mókával feldobjuk egy kicsit a hangulatot, egy kicsit kikapcsolódunk ezáltal is, és utána megpróbáljuk újra neki veselkedni a táncnak, és általában ez szokott segíteni. Mi a leghatékonyabb módja, hogy a mai 21. századi fiatalokat bevonzani a néptánc világába? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert eleve nagyon sokan, mivel nem igazán ismerik ezt a témát, nagyon sokan előítéletekkel vannak iránta, illetve a fiatalok nagyon jól be tudják egymást fűteni negatív irányba is, hogyha az egyikőjük azt mondja, hogy nagyon nem szereti, akkor ez nyilván a barátaira is átragad. Én csak azt szoktam ilyenkor mondani a fiataloknak, hogy nem kell a másiknak hinni, igenis be kell állni, ki kell próbálni, adni kell neki egy esélyt. Nyilván nem fog mindenkinek tetszeni, nem való ez mindenkinek, nincs is ezzel semmi baj, de számtalanszor láttam már, hogy valaki eleinte nagyon úszkodott magától a néptánctól, de aztán valahogy mégis rávette magát, kipróbálta, és megtetszett neki, és megragad benne. Nem kell, hogy ez legyen élete fő célja, hogy aztán ő mondjuk táncpedagógus legyen esetleg, de mindenkinek nagyon, nagyon hasznára tud válni, úgy gondolom, hogy egy értékes közösségben legyen, és értékes dolgokat tanuljon, műveljen, és próbáljon meg megőrizni a jövő nemzedéknek. A táborban jól érezték magukat a résztvevők, felejthetetlen élményeket gyűjtöttek, Repka Gyula pedig arra is utalt, hogy várhatóan a jövőben a hajnali néptánc együttes vendégeskedik majd Mezőcsáton. Továbbra sem kegyes az időjárás Szerencs vizeihez sem. Az elmúlt időszak csapadék hiánya következtében a Szerencspatak és a Homokos tó egyaránt aggasztó méretűre zsugorodott, amely súlyos következményekkel járhat, elsősorban a vizek élővilágára nézve. Szerencs térségében a július folyamán megközelítőleg mindössze 10-13 mm csapadék hullott, mely az erőteljes párolgással párosulva jelentősen lecsökkentette a Szerencspatak vízszintjét. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a patak forrásvidékén, ami az Zempléni-hegység nyugati peremén, Hejce település keleti határában, a Gergely-hegy lábánál található, legfeljebb csak foltokban maradt meg a víz. Kaptunk a hallgazdákat és a hatóságtól egy értesítést, hogy fent Abaúj-szántó fölött a Szerencspatak teljesen száraz, ki van száradva, és ott maradtak vissza ilyen kubik gödrök, ahol valamennyi ivadék, meg valamennyi hal maradt, hát elvileg én személyesen voltam olyan kétszer szétnézni. Egyrészt igaz, hogy ki vannak száradva részek, vannak kubikok, de annyira megközelíthetetlen, hát gyalog alig tudtam lövenni ilyen csipkebokrok között, 3 méter mély ugye, szakadék a meder, iszapos. Nagy, tehát kifejezett halmozgást nem láttam benne, de ott a halmentést én nem tudom elképzelni, bár erre van egy előírás, hát amit tudunk, megpróbálunk elkövetni, de nem sok reményt látok benne. A víz utánpótlás kellene várni, hát most esett ez a kis eső, talán egy pár centivel nagyobb lett egy kubiknak a mérete, de nem tesz semmi. A Szerencsi homokostó vízszintje is vészesen lecsökkent, még nem sok derülátásra ad okot. Ennek sajnos elég súlyos következmény lehetnek. Az az igazság, hogy mióta ezt a vízforgatót beüzemeltük, vagy 5 éve a homokostavon, azóta nem volt halpusztulásunk, és most is az menti meg egyenlő a tavat, de sajnos annyira kritikusan alacsony a vízállás, algás is a víz, hogy nem tudom, hogy meddig fogja ez bírni. Volt ettől alacsonyabb ugyan a víz, de akkor próbáltuk a tűzoltósága segítségével vizet szivatni, de most nincs honnan, mert a Szerencspatak is ki van száradva. Egyszerűen itt lent nincs víz a Szerencspatakban, fent a Zsilipnél van, de hát azt onnan nem tudjuk elhozni. Hát a horgászokat érdekes módon annyira nem bántja, mert fognak szép halakat a tóban. Tehát kicsi a víz, lehet, hogy annál is jobb, hogy összeszűkülnek a halak. A múlt héten is hallottam egy 7 kilós amúrfogásáról. Aztán több embert is megtéptek a halak. Tehát ahhoz képest, hogy a víz ilyen sárga, algás, ahhoz képest a horgászok fogják a halat benne. Amennyiben végleg leapadna a homokostó, az állóvíz halait a bővebb vízű cukorgyári hűtőtavakba telepítenék át. Szerencsén a Rákóczi vár udvaros palota szárnyában augusztus 20-án délután tartott az államünnep alkalmából megemlékezést Szerencsváros önkormányzata és a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár. Az eseményen beszédet mondott Nyíri Tibor, Szerencsváros polgármestere, aki az államalapító történelmi tetteit méltatta.
Szent István lefektette az állam alapjait, ami kiállta a történelmi idők próbáját, és amire a mai napig építkezhetünk. A király megszerezte a koronát, amely honfoglaló őseink számára később az összetartozást jelképezte, és a mai napig ezt jelenti a magyarság számára. Államalapítónk fektette le a keresztény egyház alapjait, és építette ki az állami rendszereket. Idézem. Örökségét nekünk kell tovább építeni szövetségekkel, barátságokkal, intézkedésekkel és rendszerekhez való tartozásokkal, katonailag és politikailag egyaránt. Véleményem szerint napjainkban olyan külpolitikát kell folytatnunk, amely megerősíti helyünket a Kárpát-medencében. Zárta gondolatait a polgármester. Ezt követően Kondzs Zsófia országgyűlési képviselő osztotta meg gondolatait. Elhangzott, hogy ezen a napon mindenkinek a szeme az államalapítóra szegeződik, hiszen ő volt az, aki az országot megalkotta, az ő 1000 éve mutat irányt a mai napig, amire nagyon büszkének kell lenni. A politikus fontosnak nevezte, hogy a Kárpát-medencében a magyarság meg tudjon maradni, hogy az európai civilizációt ez a nemzet a jövőben is tudja védeni, ennek egyik legfontosabb pillérjét, magát a kereszténységet is. A program befejezéseként Petrusovics Attila és Petrusovics Máté zenésműsora következett. A dópáros főként István a király az egyik legnépszerűbb magyar rockoperából énekel dalokat. A zenés műsort követően a történelmi egyházak képviselői mondtak imát, majd megáldották és megszentelték az új kenyeret. A megemlékezés zárásaként az önkormányzat, politikai pártok és civil szervezetek képviselői helyeztek el koszorút Szent István emléktábláján a Szerencsi Rákóczi vár udvarán. Joseph Haydn, Ludwig von Beethoven és Franz Schubert klasszikus zenéi csendültek fel a Szerencsi Rákóczivár udvarán a Zempléni Fesztivál programjainak keretében augusztus 13-án a Szerencsi Rákóczivárban. A bécsi klasszikusok művei a budafoki Dohnányi zenekar előadásában hallhatták a résztvevők az osztrák Guido Mancusi vezényletével, míg a karmesteri feladatokat Ránki Fülöp látta el. A hangversenyt Haydn il Distratto címet viselő 60. szimfónia nyitotta meg. Ezután következett Ránki Fülöp, akinek személyében fiatalkora ellenére egy rendkívüli elismert zongoraművészt tisztelhetünk, aki ma már a Zeneakadémia oktatója. Ezt követően Beethoven 1796 és 97-ben íródott első zongoraversenye következett, melyet a versenymű szerzője akkoriban magas főúri pártfogójának, Odessalki Keglevics herceg kisasszonynak ajánlotta, majd a szünetet követően Schubert 6. szimfóniájával zárult a program, melynek érdekessége, hogy a mű nyilvános bemutatóját a szerző halála után egy hónappal tartották 1828. december a Zenebarátok Társasága hangversenyén.
Tisztelt nézőink, műsorunkat megtekinthetik az interneten és a Globo Televízió YouTube csatornáján, az applikációnkban és a közösségi oldalunkon. Észrevételeiket, javaslataikat az info@globotv.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss iradóval legközelebb jövő héten szombaton 17 órakor várjuk Önöket. Nézzenek minket továbbra is, viszontlátásra!